amikor Semmelweis Ignáchoz hasonlítanak, nagyon nagy megtiszteltetés. Ugye ő egyedül jött rá arra, hogy milyen megoldás lenne, hogy az anyákat megmentse, és mikor nekem mondják, hogy én mennyi embernek az életét megmentettem, én amikor rá gondolok, egyből azokra az emberekre gondolok, akik szintén velem együtt dolgoztak, akik kollégáim voltak, vagy akiket nem is ismertem, de a cikkeit olvastam, és azokat továbbfejlesztem, ő nevükbe is átveszem ezt a díjat. Én mindig meghatódok. Pláne amikor oda nézek, hogy megnézem azt, hogy kik kapták meg előtte, a Roskapotbotond, Stefan Hell, a hőneve is nagyon ismert volt nekem, és hát akkor mindig úgy csak, me too, vagyis, hogy én is. Tehát ez ilyen elementárisan tör ki belőlem mindig, mert arra gondolok, hogy azok az emberek milyen sok nagy dolgot csináltak, és akkor arra gondolni, hogy én is ide tartozom, és hát ez a legmeghatóbb dolog benne. Szüleimtől megtanultam, hogy ugye az életnek része, hogy keményen kell dolgozni, és ezek az enigmatikus dolgok vonzottak engem mindig, hogy valaki megszületik valamilyen genetikai defektussal, de semmi baja nincs. Semmi, mert 10 éves, 20 éves, 30, 40 éves nincs. És aztán hirtelen csak kell egy tolószék, és aztán meg meghal. Azok a RNS-ek kódolnak fehérjéket, ami az testének az összes sejtjében ott van. És miért nem az van, hogy éppen a bőre hull le? Miért mindenkinek neurodegeneratív betegsége van? Hogy magyarázzuk ezt meg? És miért nem volt, amikor megszületett? Mi történt? Minden nap történt valami? Tehát ilyen dolgok elkezdenek foglalkoztatni, hogy van ez? És akkor rájövök, hogy ezt már biztos megnézték. Na hát akkor kezdődik, hogy este elkezdek olvasni, biztos, ezt már valaki kimért, és akkor már hajnalban, már le kéne feküdni, és már másnap van. Mert egyszerűen annyira izgatott vagyok, és ez nagyon fontos, hogyha valamilyen nyomot érzel, hogy itt, és akkor olvasod, és annyira izgatott vagy, van, amikor 3 hónapig csak azzal töltöttem az időmet, hogy a nukleózid transzportőrökről olvastam, mert mondom, Atya Úristen, itt dolgozom ezen, és nem is tudom ezeket. És akkor így építkezik ez a tudomány, akkor ez az RNS, ugye, hogy fog degradálódni, meg ezek, és akkor beleásom magam, ez biztos kimérték, ez biztos van, és akkor vissza az egészhez, hogy is van, most mégiscsak ezek a repeat betegségek vannak, akkor, és akkor elkezdem nézni azt, követem, hogy kik vannak a területen. Soha életemben nem publikáltam rajta, de az biztos, hogy a komputeremen ez a legnagyobb folder. Kik vannak, mit csinálnak, mert amire gondolok, hogy még ez az én hipotézisem, ő nekik nem azóta hipotézis. Akkor elkezdek izgulni, hogy segíteni kellene. Én nem bánnám, ha valaki megcsinálná, mert azok az embereknek szükségük van rá. És akkor elkezdek idegeskedni, hogy itt beszélek, ahelyett, hogy mennék és csinálnám és segítenék rajtuk. A Semmelweisnek ugye nagyon, nagyon nagy jó híra van. Én Németországban dolgoztam, az egyik német intézet vezetője mondta, hogy az ő fia és menye is itt járt, és ő beült egy órára, és azt mondta, hogy leesett az állait. Olyan szinten oktattak ugye a német nyelven. Azt mondom fiataloknak, hogy amikor valamit elhatároznak, hogy mit akarnak csinálni, az először is legyen fontos. Mert hogy valaki az életét feláldozza valamire, ami nem fontos. Jól mondom, egy kopasz embernek fontos, hogy haja legyen, de hát haj nélkül is nagyon jó megvannak. De hát valamilyen olyan dologra kell koncentrálni, ami fontos, ami nagyon égető, amire nagyon nagy szükség lenne, és élvezniük kell azt, amit csinálnak. Ugye nagyon sok fiatal stressz alatt van, mert azt mondja nekem, hogy társa az kevesebbet dolgozik, és ő a kedvenc, őt futtatják, ő kap előléptetést, és az én válaszom erre az a Selye János tanításai alapján, hogy azt te nem tudod megváltoztatni. Ha már arra te ráfigyeltél, akkor azt jelenti, hogy elvetted a figyelmedet arról, amit tudsz változtatni, ami előtted van, az előtted lévő feladatok, arra koncentráljál. Ugyanúgy, mint azt, hogy mi lett volna, ha, tehát ne gondolj arra, mert az már elmúlt, és azon nem tudsz változtatni, hanem ami előtted van, tehát azt kell kutatni. Ez egy fontos dolog.